brutális búdvalenkei gyilkosság kapcsán néhány héttel ezelőtt elmondtam, hogy nem egy elszigetelt esetről van szó. Szomorú, hogy sajnos a valóság igazolta is ezt az állításomat. Azóta eltelt alig több, mint egy hónapban több gyilkosság és erőszakos támadás volt a térségben. Sorolhatnánk a településeket Csermely, Bőcs, Miskolc, Nyíradony, vagy a néhány nappal ezelőtti furtai gyilkosság. Az is tendencia, hogy ezeket a támadásokat nagyon sokszor rendkívül fiatal emberek, vagy akár gyermekkorúak követték el. A csermei gyilkosság gyanúsítottja 14 éves, Bőcsön pedig 13, 15 és 17 évesek támadtak meg egy idős embert. Azt gondolom, hogy rendkívül riasztóak ezek a számok. Mindeközben pedig nagyon szomorú, hogy a magyar minisztériumok által irányított hatóságok azok az embereket kezdték el vegzálni, akik megpróbálnak nem tetlegesen tenni esetleg a bajba jutott emberekért, akár felhívni a figyelmet a rossz közbiztonságra. Néhány nappal ezelőtti sajtóhír volt, hogy László Attilát, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjét rabosították, akit egyébként számtalanszor keresnek emberek, akik bajba jutottak, és akiket a hatóságok képtelenek megvédeni. Vagy Mezőhegyesen olyan lakosok ellen indult gyermekvédelmi eljárás, akik részt vettek egy mezőhegyesi demonstráción, mert pontosan azért volt, hogy gyilkosság volt a településen. A Mi Hazánk mozgalom felszólítja a magyar kormányt, hogy lépjen fel ezen bűncselekmények ellen, a törvények szigorításával, a hatósági munka hatékonyabbá tételével és a gyermekvédelem teljes átalakításával. Ebben akár a Mi Hazánk mozgalom javaslatait is használhatja, akár a lincselési törvényjavaslatunkat, vagy azt a javaslatunkat, amely arról szól, hogy a rendőrök fegyverhasználati jogát szélesítsék ki.